2017-ben startolt el, és idén is zajlik Szombathelyen a top forrásból megvalósított Kreastart 4.0 program, amelyet városfejlesztési célból hívtak életre. A Szabadidő és Sport a Kreatív Város Szolgálatában című előadásra nem csak a sportegyesületek vezetőit, hanem mindenkit meghívtak, aki pártolja és népszerűsíti az aktív életmódot. A konferenciának stílusosan a két éve felavatott Szombathelyi Vívó Akadémia Sportegyesület új épülete adott otthont. A megjelent sportvezetőket, szakedzőket László Győző alpolgármester, valamint a Vívó Akadémia elnöke Babós Csaba köszöntötte. Szó volt arról, hogy a fejlődéshez valamennyi szakák közös munkájára szükség van. Elengedhetetlen az okos eszközök bevonása a sportéletbe, katalogizálni kellene a sportegyesületek internetes elérhetőségét, hogyan lehet a mérkőzéseket, versenyeket 21. századi körülmények között lebonyolítani, és mekkora gondot jelent, hogy csökken a szálláshelyek száma a városban. A helyzet az, hogy az ilyen brainstormingoknak használjunk ilyen divatos szót, mindig az a lényeg, hogy a végén milyen dokumentum készült, tehát mi az, ami összefoglalja az eredményeket. Én bízom benne, hogy hiszen olyan részben projektes, részben a sportos szakemberek is vannak a csapatban, akik erre alkalmasak. Tehát amikor majd a végén az lesz, hogy levonjuk a végső következtetéseket, én abban bízom, hogy olyan anyagot kapunk kézbe, amit valamennyien fogunk tudni közösen használni. Abban valamennyi szakember egyetértett, hogy Szombathely sportterén élen jár a városok között, ami egyfajta mérce is a jövőt illetően. A Kreastart 4.0 program a város arculat és a helyi vállalkozások fejlesztési lehetőségeivel folytatódik.